Ez itt a W10-es a 2019-es szezonból. Az egyik legütősebb dolog ezzel az autóval kapcsolatban természetesen a fényezés. Ekkor vezettük be a csillagképes mintát, illetve azt, ahogy a Petronas zöld színe végigfut a kaszni oldalán. Van valami, amit mindig megkérdeznek tőlem, mégpedig, hogy hány csillag van pontosan az autón. És az igazság az, hogy a pontos számot soha nem mondták meg nekem. Van viszont egy csillag, mely többet jelent, mint az összes másik együttvéve. Ez ott van a motorborításon. A piros csillaggal állítunk emléket csapattársunknak és barátunknak, Niki Laudának. Az egyik dolog, ami alapvetően megváltozott, az az első szárnyra vonatkozó szabályozás. 2 méterre növelték a szélességét, a csapatoknak pedig az összes komplex aerodinamikai kiegészítőt el kellett távolítaniuk a szárnyról. Mindössze 5 egyszerű elem kerülhetett rá. Ez az aerodinamikai változás az autó egyensúlyát tekintve is nehézségnek számított. Az előszezoni tesztek sem mentek könnyen. A második tesztre egy jelentős fejlesztési csomaggal érkeztünk, de egyszerűen nem javult annyit az autó teljesítménye, mint reméltük. Csak az utolsó tesztnapon kezdtük látni azt, hogy összeállnak a dolgok, amikor az autó hátsó hasmagasságát megemeltük. A szezon fénypontjának számított Valtteri bakui győzelme, mint ahogy a magyarországi verseny is, ahol kockáztattunk a stratégiával. Lewisnak 20 kör alatt 20 másodpercet kellett ledolgoznia, és le kellett vadásznia, illetve meg kellett előznie Max Verstappent a győzelemért. De voltak hihetetlenül nehéz pillanatok is, a legfájóbb a német nagydíj volt. A Mercedes motorsportban eltöltött 125 évét ünnepeltük, különleges fehér fényezéssel álltunk elő, minden csapattag kórhű öltözéket húzott, a Netflix pedig a garázsunkban forgatott. Minden félrecsúszott. A jó időszakok viszont felülkerekednek a nehézségeken, a W10-es pedig sikeres projektnek bizonyult. 15 győzelmet, 10 rajtelsőséget és 32 dobogós eredményt szerzett. A konstruktőri trófeát Japánban szereztük meg, Lewis pedig az Egyesült Államokban zsebelte be az egyéni bajnoki címet. Csapatunk lett az első istálló, mely sorozatban 6-szor tudott 2-ös világbajnoki címet szerezni, learatva annak a kemény munkának a gyümölcsét, melyet azóta végeztünk, mióta a Mercedes 2010-ben visszatért a Forma 1-be. Reméljük, hogy élveztétek autókollekciónk bemutatását, de jelezzétek nekünk, ha bármi egyebet tudni szeretnétek F1-es autóinkról.